Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Palanik József, a Lajta Néptánc Együttes művészeti vezetője. Szeretettel köszöntelek, szervusz! Köszöntöm én is a nézőket, és téged is természetesen. Megyei önkormányzattól sikerült most egy elismerést begyűjteni. A megye művészetért Kormos István díjat vetted át nemrégiben. Ehhez természetesen szeretettel gratulálunk, mint minden elismeréshez eddig. Köszönöm szépen. Ehhez is, de azért itt most egy megyei elismerésről van szó. Mit mondtak, miért kaptad? Hát nagyon megleptek engem, mert szinte a középiskolás koromtól végigvitték az életemet. Én magam nem tudtam volna ilyen jól összeszedni, mint ők, hogy hol táncoltam, mit táncoltam, együttest vezettem, stb. Hát úgy minden, ami az elmúlt 40 évben benne van. Nekem nagyon tetszett a megfogalmazás, hogy a kisalföldi táncok követe. Ez is benne volt. Igen, ugyanis én már nagyon korán, főiskolás koromban eldöntöttem, mert láttam, hogy mindenféle táncokat táncolnak Magyarországon az együttesek, illetve a táncházakban, és azt láttam, hogy egyetlen egy olyan táncházban egy táncrend volt, aminek azt mondták, hogy dunántúli táncrend, na de ott túlnyomó részt a Dél-Dunántúl Sárköz anyaga volt benn, és mondom, hát azért ez mégse lehet, hát itt is táncolnak, itt észak a Dunántúl északi részén, és én akkor eldöntöttem tudatosan, hogy ezt megismertetem az országgal. És akkor ezek szerint ezt is elismerték, tehát ez is benne volt. Hát ezek szerint akkor csak sikerült, nagyon sok helyen táncolják természetesen a kisalföldi táncokat, kisalföld különböző tájegységeinek táncát, és azt gondolom, hogy ez egy fontos elem volt abban, hogy kapjam ezt a díjat. Ennek kapcsán ugye a gyűjtéseket is kiemelték, hogy nagyon sok gyűjtés volt, amit ezen a területen végeztél. Egy-két konkrétumot azon kívül, hogy Kisalföld meg Sziget köz. Hát igen, korábban Rába közben gyűjtöttem, míg ott éltem. Ott kezdtem a pályafutásomban, mint dolgozó ember Csornán, aztán Sopronba, de mind a két helyről jártam Rába közben gyűjteni, szóval a szakdolgozatom a főiskolán is Csorna hagyományaival foglalkozott. Aztán, hogy ide kerültem Mosonmagyaróvárra, itt megismerkedtem halászi emberekkel, ott is gyűjtöttem. Leiberger Feri bácsi, aki az Dunatakarék elnökének, Zolinak a nagyapja, volt az egyik első, akitől gyűjtöttem, és táncolt. És aztán hát több helyen is itt Sziget közben, Dunaszigeten, Kilitin. Ez most melyik évekről beszélünk, úgy nagyjából? Hát ez az elmúlt 40 év, tehát Kilitin például egy éve gyűjtöttem, de készülök újra. Mennyire fogadnak egyébként szívesen, mennyire fogadnak furcsán, vagy kedvesen, tehát ezek hogy néznek ki ezek a találkozások, amikor nyilván a neved, de tudják, tehát most már mondhatjuk, hogy te is név vagy itt a környéken, tehát ha valakinek kiejtjük a nevedet, tudja, hogy kiről van szó, de azért biztos, hogy ezek a találkozások azért nem annyira egyszerűek, ahogy... Hát nem tudni kell, hogy mikor mehetsz egy emberhez, tehát nagyon ritka az, hogy nyáron... Hát főleg mehetsz... idősekről van szó, igen, nem? Hogy nyáron gyűjtesz, bár a nagyon idősektől lehet nyáron, mert ők már nem dolgoznak, viszont... Talán a legaktívabb időszak az mindig az ősz, az advent, január-február, amikor ilyen érdekesebb dolgok történnek, például ugye a betakarítás, a szület, ott akkor azon a vidékeken kajárpénz például szintén gyűjtöttem, izgalmasabb a dolog, mert akkor úgy benne van az emberek, hogy na most szület van, na most születi bár, stb. És akkor úgy jobban tudnak mesélni az idős emberek. Az advent az egy nagyon jó időszak, ott jó kedve van mindenkinek, várják a karácsonyt, és akkor megint nagyon sok mindent lehet gyűjteni, kevesebb táncot, több hagyomány. Aztán a február, január-február az, ami nagyon jó, mert ott inkább ilyen táncos időszak, amikor még jobban előjön, mert ugye, ha téged kérdeznek a gyerekkorodról, egy csomó dolgot elmondasz, összetalálkozol egy osztálytársal, és nem emlékszel, Kata, hogy egy, jaj, tényleg el is felejtettem. Na most az időseknek meg ugye sokkal nagyobb távlatuk van,
Tehát azt mondom, és a régi dolgokra jobban emlékeznek. 60 éves távlat. Jobban emlékeznek, de kell hozzá egy hangulat, hogy ők elmondják. Nagyon sokszor több embert gyűjtök egyszerre azért, mert akkor az egyik a másik. De mondja, és te még arra emlékszel? Igen, jaj, tényleg. Így felidézik egymás között, igen, hogy akkor hogy, és úgy rakodnak, igen, össze. Hát ez egy érdekes dolog, nagyon jó viszonyba kerülünk ezekkel az emberekkel. Nagyon sok mindent tanulunk tőlük, nem csak a táncot, hagyományt, a tánchoz való viszony, az akkori viselkedésformát. És én nekem gyakorlatilag az is a célom, hogy a táncon keresztül egy olyan világot mutassak meg a gyerekeknek, a fiataloknak, ami egy élhető világ. Ma nagyon sokat foglalkozunk ezzel, hogy élhető világ, meg a fenntartható folyamatos fejlődés. A fejlődés az akkor fejlődés, hogyha van mihez fejlődni. Na most az a hagyomány, ami az emberekben, a nagyapáinkban, az idős emberekben benne van, azt, ha nem ismeri a gyerek, akkor mihez képest fejlődik. Mennyire intim egy ilyen gyűjtés? Te mész a feleségeddel, mennek még a gyerekek, vagy mennek esetleg még a csoportból is, tehát hogy próbálják meg ők is ezt átérezni, azt, hogy itt most valami történik, vagy ez hogyan működik? Időfüggő a dolog, hogy ha ráérünk, akkor megy, jön Vendel, jön feleségem, és úgy megyünk, ha nem, akkor csak én. Olyan is van természetesen, azt külön szervezésbe szoktuk csinálni azokat a gyűjtéseket, amikor vagy behívunk valakit az együttesbe, vagy az együttes elutazik valahova, aha, mondjuk Erdélybe, és akkor az ottani bácsikat, néniket leültetjük, és mondanak, ez teljesen esetleges, attól függ, hogy mit szeretnék elérni vele. Ha szeretném elérni, minél többet tapasztaljon az együttes, akkor behívom a bácsit vagy nénit. A röpülybevet se hagyták ki a méltatásból, tehát azért még az is ott volt mindenképpen. Fontos esemény, tehát én azt gondolom, hogy azért a középdöntőbe eljutni, ez egy nagyon fontos esemény. Te ezt mennyire tartod még úgy szem előtt, vagy azt mondod, hogy na, ez is volt egy ilyen pipa? Sokat jelentett nekem az apával. Mert az elődöntőbe egy táncosként voltam jelen. Maga az, hogy tévébe vagyunk, maga az, hogy kamerák, hogy tízszer eltáncolod ugyanazt, az egy izgalmas dolog volt, és na most mi lesz, tovább jutunk-e? Tovább jutottunk. A második fellépésnél, ugye amikor már középdöntőben voltunk, az viszont ott már nem egy táncos voltam, hanem engem adtak legénynek. Tehát ott már szerepem volt, és természetes az életemnek ez egy nagyon fontos eseménye volt akkor. Úgy, hogy a középdöntő előtt két héttel megoperáltak Vakbéle, és úgy mentem táncolni. Tehát bizonytalan volt két héttel előtte, hogy én fellépek-e, egyáltalán képes leszek-e ott lenni. De hát hál' Istennek jól sikerült a műtét, meg hamar regenerálódtam, mert 20 évesen az embernek könnyű. És ott volt, nagyon sokat jelentett, mert Timofi Laci bácsival megbeszéltük, hogy én nagyon szívesen vállalom, de szeretném, hogyha fiatalember feltételeket támaszt, ugye, hogy mondta, hogy azzal a feltétellel, hogyha engem tényleg felavatnak. És azt mondta Laci bácsi, jó, én avatott legény vagyok, én föl tudlak téged. És akkor teljesen végig minden, ahogy szokás, még a kellő mennyiségű bor is sikerült. Meginni? Igen, igen. Teljesen úgy volt, ahogy a hagyományban van, úgy avattak fel, és azért volt talán, kihatott az életem későbbi szakaszára, hogy fontosnak tartottam magát a legéncéket, és elmondhatom, hogy az együttesbe is megalakítottuk a legéncét, és az együttesünknek a példája annyira ragadós volt, hogy most már 10 fölött van itt a környéken azon legény együttesek, egyesületek, legény cég száma, akik a mi indítatásunkra, illetve a mi indítatásunkból alakult indítatására indultak el, és egyre jobban terjed az, hogy igen, visszaveszik a mai fiatalok ezt a hagyományt. Gondolom volt ünneplés, szűk családi körbe, tágabb családi körbe, tehát így a táncosok között is. Igen, igen, volt, ugyanis az történt, hogy 16-án... Tánccal sikerült ünnepelni? Igen, jó. 16-án vettem át a díjat, és 16-án reggel elindult az együttesünk Horvátországba, az Isztriai Félsziget egy fesztiválra, én pedig, mikor átvettem a díjat, akkor annyi idő volt, hogy gyorsan átöltözzek, vonatra szálltam, és utánuk mentem. Húsdi utánuk.
És ott kint volt egy kis különbség. Józsi, mi lesz még idén, vagy a következő évben? Gondolom azért folynak tovább a dolgok, tehát nem úgy ismerünk, mint aki azt mondja, hogy na jó, akkor ez is megvan, és akkor most már többiek dolgozzanak, hanem dolgozol. Tovább lesz-e valami változás így az együttes életében? Terveztek-e valamit? Tehát mik azok az aktualitások, amik most így szóban vannak? Hát most az évindítás. A legfontosabb, nagyon rég nem csináltuk, most csinálunk, reklámot várunk általános iskola alsótól alsós gyerekeket táncolni. Van elég gyerekünk, de már több helyről kaptuk azt, hogy hát miért nem lehet hozzátok jelentkezni. Jó, akkor most plakáttól kezdve mindenfélét csinálunk, és most így bejelentem, hogy szeptember elején, aki első, második, harmadik, negyedikes gyerek táncolni szeretne, szívesen várjuk, van olyan csapat, ahova be tudjuk őket tagolni, és dolgozhat tovább. Tehát ez egy változás az együttes életében. Egyébként meg nincs változás, mert szeptember 14-én fellépés Győrbe, október 6-án Tatán leszünk egy rukkoláson, majd utána hazajövünk Kaján Pécre műsort adni. Tehát sűrű, viszont utána már csak a Szentendrei múzeumban lépünk fel, igen, a Márton napokon, legalábbis nem szeretnék fellépni, még a gazdász jubileumban persze megjelenünk. Nem nagyon szeretnék, mert új táncok tanulásába fogunk, és egy második műsor, vagy egy új műsor, így is mondhatom, építünk fel, és ahhoz vendégkoreográfusok, vendégtánctanárok fognak érkezni, úgyhogy nagyon sok munkája lesz most az együttesnek, és hát majd a tavaszi műsoron megjelenünk vele. Persze karácsonykor csinálunk egy ünneplést, természetesen az szoktuk. Az nem maradhat el. Az nem maradhat el. Akkor lesz izgalom bőven, folynak tovább a régi dolgok, de akkor ezek szerint lesznek újdonságok is, igen, főleg itt a táncokban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, mindezt megosztottad, és még egyszer gratulálunk szeretettel a nézők nevében is a megyei elismeréshez. Köszönöm szépen. Még sok hasonlót. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.